Most figyelmünket a nagy dolgokról egyetlen személyre irányítjuk, akit megkötözött egy probléma. Victoria Jacksonnak hívják, és semminek sem engedte volna, hogy közé és a crack kokain közé álljon, még a gyermekeit sem. Drogfüggősége mindenéből kiforgatta, és prostituáltként végezte, aki a következő adagért árulja magát, amíg meg nem hallotta a következő szavakat a túlvilágról. Az első alkalom nagyon gyors. A szíved egyre gyorsabban kezd verni. Victoria Jackson a crack kokain rabszolgája volt. Mindent megtett azért, hogy megszerezze, beleértve a prostitúciót is. A következő adagja minden másnál fontosabb volt, még a gyerekeinél is. Csak arra gondoltam, hogy újra beszívjak. A gyerekekre egyáltalán nem gondoltam. Az összes pénzem az anyagra ment el. 15 évesen Victoria teherbe esett és otthagyta a középiskolát. Amíg anya gondoskodott a gyermekéről, ő belevetette magát az éjszakába. Szerettem az érzést, amikor beszívtam, vagy amikor ittam. 20-as évei közepére már kétszer volt házas és vált el, szült még 3 gyereket. Ekkor próbálta ki a crack kokaint néhány barátjával. Meggyújtott egy pipát, és körbeadta. Először ideges tettem tőle, de aztán valahogy megtetszett az érzés. Azonnal függővé vált, és crack házakban kezdett lógni. Nem tudtam, milyen hatással van rám, csak annyi érdekelt, hogy újra be akarok szívni. Elveszítette szakácsnői állását, ezért prostitúcióba kezdett. Drogokért árultam a testemet. Beszálltam a férfiak autójába. A legrosszabb az volt, amikor jött egy pasas. Beültem mellé, és ő azt mondta, hogy azt tervezte, hogy megöl, de van valami rajtam, ami miatt nem tud megölni. 8 évig árulta a testét az anyagért, elveszítette a gyerekeit, anyja nevelőszülőkhöz adta őket. Ez nagyon megrázott. Tudtam, hogy nincs mese, rendbe kell szednem az életemet. Victoria bejelentkezett egy hétre egy detoxikálóba, itt hallott egy korábbi crack függőről, aki majd női drogelvonó központot üzemeltett Kimberly Daniels pásztorról. Victoria megtudta, hogy Isten meg tudja szabadítani drogfüggőségéből. Eljött valaki, és tanított minket az igéből. Tanultunk Istenről, és hogy hogyan maradjunk szabadok. Gyermekeit újra anyja gyámsága alá helyezték. Victoria jóvá akarta tenni a dolgokat. Azért imádkoztam, hogy Uram, kérlek, tanítsd meg nekem, hogy hogy legyek a gyermekeim anyja. Tanítsd meg, hogyan beszéljek a gyermekeimmel, mert nem vettem észre, mennyire megsérültek. Aztán visszaesett, és napokra eltűnt. Ekkor Kim pásztor a keresésére indult. Legtöbbször találkoznak egy férfival, akivel lelépnek, és egyenesen visszaviszi őket a drogos életbe. Egyik éjjel Victoria rémálmában egy prostituált ismerősét drogvétel közben megölték. Az a meggyőződése lett, hogy barátnője a túlvilágról beszél hozzá. Azt mondta, Victoria, cselekedj helyesen, itt lent iszonyú a forróság. Remegve és sírva ébredtem, rájöttem, hogy élni akarok, nem akarok meghalni, nem akarok a pokolba kerülni. Aznap átadtam az életemet az Úrnak. Azt mondtam Istennek, Istenem, átadom magam neked teljesen, mindenemet neked adom. Visszaadom az ördögnek az anyagát, mert semmi sem kell tőle, és kérlek, védj ki belőlem mindent, ami nem olyan, mint te. Azóta teljesen megszabadult 8 éves crack kokain függőségéből. Minden nap újra és újra el kellett köteleznem magam. Ki kellett hangosan mondanom, hogy az ige a szívem legmélyére hatoljon. Ma más nőknek segít megszabadulni a függőségtől. Isten még felnőtt gyermekeivel való kapcsolatát is helyreállította. Isten megbocsájtott nekem. Most, hogy tényleg megismertem Istent, látom, hogy ő jó, olyan jó. Rabszolgaság. Már több száz évvel ezelőtt eltörölték a rabszolgaságot, de még ma is vannak rabszolgák. Bizonyos zöldségek és növények részeinek rabszolgái. Virágoknak. Kokainnak. A tej vagy a kakaó összetevőinek, amikből drogot nyernek. Ezek mind rabszolgaságba tartják fogyasztóikat, egytől egyig kegyetlen rabszolgatartók, akik nem engednek szabadulni.
Vannak, akik a búza vagy az árpa farmantálásának, vagy a nikotin, a dohánynak a függői. Sokféleképpen lehet fogságba, rabságba kerülni, de ezek mind kegyetlen urak, akik mindent elvesznek. Elveszik az ember életét, és az út végén ott áll a pokol. Én nem mindig hiszem el, ha valaki azt állítja, hogy a sírból jött vissza, bár a Biblia ezt nem zárja ki. De egyben biztosak lehetünk, hogy a pokolban forróság van, és a gyötrelem és a kilódás helye. Ott mindenki örökké ég, örökkön örökké. Képzeljen csak bele, hogy mit jelent az, hogy örökkön örökké. Ezt szeretné ön is? Azt szeretné, hogy el legyen zárva Istentől oda, ahol soha nincs reménység, öröm, békesség, csak gyötrelmek? Ahol a sátán és a gonosz angyalok kínozzák az embereket, és örökké a tűz lángjában kell égni? A pokol létező hely, nem Jézus képzeletéből pattan ki. Valóság. Olyan valóság, ahova senki sem akar kerülni. A pokol a sátán és angyalai részére lett fenntartva nem emberi lények számára, de ha valaki a gonoszt választja, és az ő útjait, akkor oda fog kerülni. Ez borzalmas kilátás. Ezért, ha ön most a szavaimat hallva magára ismert, és elhatározta, hogy ettől a perctől kezdve nem folytatja azt, amit tett, hanem szakít a függőségeivel, hogy szabad legyen, akkor hallgassa meg Isten üzenetét. Ő azt mondta, hogy elküldte Jézust, aki eljött, hogy életet adjon, és hogy megszabadítsa a foglyokat. Ha ezt szeretné, akkor kiáltson Istenhez, és meg fogja hallgatni őt. Én elmondok most egy imát önnel, amit ha komolyan, szívből mond, akkor Isten meg fogja szabadítani minden függőségtől, ami eddig rabságban tartotta. Bárhol is van most, bármit is csinál, kérem, egy rövid időre hagyja abba. Hajtsa le a fejét, és mondja velem ezt az imát. Most! Úr Jézus, mondja vele. Uram Jézus, te ismered a függőséget, ami rabságban tart engem. Uram, én szabad szeretnék lenni. Már időről időre megpróbáltam szabadulni, de nem sikerült. Én nem szeretném, ha a pokol lenne életem végcélja, ha az örökké való gyötrődés várna rám. Én veled szeretnék lenni, Uram, örökkön örökké a mennyben. Uram, kérlek, jöjj az én szívembe. Szabadíts meg mindattól, ami eddig rabságban, kötelékben tartott, és tégy szabad engem, Uram. Hadd élhessek úgy, mint Isten gyermeke. Hiszem, Jézus, hogy te meghaltál, értem a kereszten, és hiszem, hogy te feltámadtál. Én most a te kezedbe helyezem a kezem, és vezess engem, kérlek, vezess ki a függőségeimből a te országodba, ahol örökké veled lehetek majd, hogy mindig veled éljek. Köszönöm neked, Jézus, hogy meghallgattál engem. Köszönöm, hogy a szívembe költöztél. A Jézus nevében. Amen.